Gyermekkoromban leginkább az az érzés uralkodott rajtam, hogy nem tartozom sehová. Arra vágytam, hogy tartozzam valahová. Michael Schoening 7 éves volt, amikor megtudta, hogy az édesanyja férje, akit ő apának hívott, nem az igazi apukája. Emlékszem, hogy letaglózott. Elrohantam, sőt, öngyilkossággal fenyegetőztem. Emlékszem, hogy kifeküdtem az út közepére, és azt reméltem, hogy egy autó majd elüt. Nem tudtam, hogy hogyan kezeljem ezt az ürességet, azt a fajta érzést, hogy hiányzik valami. Kis idő múlva egyik barátja meghívta Michaelt egy gyülekezetbe, ahol keresztény lett. Abban a pillanatban az univerzum teremtője lett az apám. Ez csodálatos érzés volt. Egy óriási család része lettem. Ez volt, amit mindig is érezni akartam, hogy egy nagy család része legyek. És az univerzum teremtőjének a gyermekének lenni igazán nagy családot jelent. A gyülekezet megadta számára a családi köteléket, a dicséretben zenélés pedig közelebb vitte Istenhez. A zene egy másik dimenziót nyitott meg előttem, egy másik világot, amibe beléphettem és dicsérhettem Istent, és semmi más nem számított. Aztán, amikor Michael 18 éves volt, egy közeli barátja autóbalesetben meghalt. Ekkor kérdőjeleztem meg először Istent, hogy halhat meg egy benne hívő csak úgy? Nem értettem. Mérges voltam Istenre. De inkább csak összezavart az, hogy Isten miért engedi, hogy ilyen megtörténhessen. Ezek után teljesen magamba fordultam. Michael a temetés után az estét a barátaival töltötte. Hát jól berúgtunk, így dolgoztuk fel a dolgot. Igazából betéptünk és berúgtunk. Próbáltunk kikapcsolni, hogy ne érezzük a fájdalmat, amit a barátunk elvesztése miatt éreztünk. Életemben ekkor rúgtam be először. De sajnos nem utoljára. Hamarosan Michael otthagyta otthonát és a gyülekezetet is. Belemerült a helyi zenei életbe, ahol egy másik családot talált rengeteg droggal. A drogokkal és az alkohollal szerettem volna újra átérezni, hogy mit éreztem akkor, amikor az Isten dicsértem. A szívem legmélyén éreztem, hogy ez hamar elmúlik, és valóban, másnap reggelre újra ott volt az üresség. És úgy éreztem, hogy ezt az űrt semmivel nem tudom megtölteni. Úgyhogy csak szórakoztam, buliztam, megpróbáltam megjátszani magam olyannak, amilyen nem voltam. Aztán egy árvíz tönkretette a hangszereit, és ezzel megindult a lavina. Elvesztettem a lakásom, a kocsim, az állásom, mindez egyszerre történt. Körülbelül egy hónapon belül lezajlott. Elvesztettem a barátaimat, nem volt drogom, nem volt lakásom, így leléptek. Michael úgy érezte, nincs hová mennie, nincs kihez fordulnia. Autók hátuljában aludtam, elhagyott házban húztam meg magam, bárhol elaludtam, ahol csak tudtam. És sok rosszat tettem, mocskos voltam, undorító és visszataszító. Isten nem akarhat egy sáros gyereket vissza a királyságába. Egy hajléktalan drogfüggőt, mert az voltam. Valóban az voltam. Egy éjjel Michael egy ifjúsági pásztorral találkozott az utcán, aki befogadta a gyülekezete padlásszobájába. Talált ott egy Bibliát. Úgy éreztem, egy gödörben vagyok. Annak az alján ülök, és nincs létra, nincs kötél. A Bibliát a mellkasomra tettem a szívem föl, és azt mondtam, Istenem, hogy kerültem ide? Emlékszem, ő azt válaszolta, hogy sosem hagyott el. Bár én próbáltam elfutni, hátat fordítottam neki, ő a tudtomra hozta, hogy ő sosem hagyott el engem. Mindig ott volt, és ő tartott életben, sosem tépte szét a szerződést, amivel a megváltását adta. Sosem tette semmisé azt a megállapodást. Várt rám, hogy visszatérjek. Michael abba hagyta a drogozást, és újra felfedezte Isten kegyelmét és békességét. Végül ő lett az ifjúsági pásztor abban a gyülekezetben, ahol befogadták. Ma már házas, és nem kérdőjelezi meg, hová tartozik. Amikor visszatértem, beismertem, hogy sok mocskos dolgot tettem, de szeretnélek szolgálni újra. Isten pedig a legszebb ruháját adta rám. Gyűrűt húzott az ujjamra, és sarut a lábamra, és azt mondta, Michael, vártam rád, hogy visszatérj. Mindig a gyermekem voltál, és én mindig is a te atyád.